Na, sziasztok srácok! Itt vagyok ismételten egy újabb videóban, és a mai videóban nem vagyok egyedül, mert itt van velem az öcsém. Sziasztok! És bizony, ma kivételesen nem Brawl Stars-ozni, hanem Fortnite-ozni fogunk. Ilyen még nem volt, hogy Fortnite-os videóval köszönjek be, de ma eljött az idő. Viszont mert belevágnánk a videóba, és elmondani, hogy pontosan mit fogunk csinálni, megkérlek arra, hogy mindenféleképpen támogass a hatalmas lájkkal, illetve egy feliratkozással. Szóval ez neked csupán két gombnyomás, nekem meg tényleg minden többek ilyen, hogy csak feliratkozol, vagy menj oda azt a bizonyos lájkot, hisz neked ingyen van, én meg nagyon hálás vagyok érte, illetve kövess be Instagramon, link a leírásba, ez is egy hatalmas segítség, hogyha bekövetsz az Instagramon. Na de akkor azt mondom, hogy térjünk is rá a videó fő témájára, ami nem más, mint hogy öcsémmel egyvegyezni fogok a Fortnite-ban. Ha legyen egy kicsit érdekesebb az egész, azért van egy hatalmas tét még hozzá, hogy ha öcsém nyer, abban az esetben skin fog tőlem kapni. Ha én nyerek, szokásszerűen nem történik semmi. Hát igen. Nos, de ez nem olyan, mint a Brawl Stars, amiben azért nekem sokkal több játékórán van, valamivel jobban is játszok, hanem ez a Fortnite, amiben én elég béna vagyok, azt kell, hogy mondjam, hiszen én utoljára Season 7-ben játszottam rendesen ezzel a játékkal, Chapter 1 Season 7 volt az utolsó, amikor rendesen játszottam ezzel a játékkal, tényleg nagyon-nagyon rég volt, akkor hagytam körülbelül abba a játékot, szóval nagyon kiestem a játékból, így az öcsém most jelenleg sokkal jobb játékos, mint én, de kitaláltunk valamit, hogy hogyan lehet ezt kicsit balanszolni, méghozzá úgy, hogy full legendary loot-tal fogok játszani, P90, Pump, illetve egy Scar lesz nálam, míg öcsémnél egy pisztoly, illetve egy szürke shoti lesz, majd eldönt, hogy melyik. Tehát a loot az egyértelműen az enyém sokkal-sokkal erősebb lesz. Hát igen. Ezen kívül még fontos elmondani azt, hogy viszont cserébe az öcsém fog játszani a jó gépről 144 Hz-zel, én viszont fogok játszani egy rossz gépről, kevés FPS-sel, hát kis monitorral, nem olyan rossz az, de azért jelentősen rosszabb, mint a főgép, tehát hogy nekem meg a gépben lesz hátrányom. Illetve még ami fontos lehet elmondani, hogy az fog nyerni, aki hamarabb fog 5 roundot nyerni. Szóval most már mindent tudtok, szóval kezdjük is el a játékot, és győzzen a jobbik, én szurkolok Ágostonnak. Hát én is neked. Szóval akkor kezdjük is az első mérkőzést. Akkor mehet? Aha. Hármat kell építeni, és akkor mehet a... Jaj, elrontom. Ne, elrontom. Én nem lögtem ki! Nincs faldim is amúgy, jó. Nem, ne, én is leestem! Hé. Nagyon izgulok, most koncentrálok nagyon. Ez mi? Mi pisztolyod van, ugye? Igen. Ez pisztoly volt. Na ha a Scar, figyeljünk erre, a Scarra. Nekem azt mondja, hogy sebeztél te pisztolyal sokkal többet, mint én. Nem sebeztem többet. Jó, gyorsan fölmegyünk költeni. Leestem! Honnan? Jó, fehérbe. Izgulok, nagyon izgulok. Na most beadjuk a trükköt. Aha. Miért talál el? Ez az! GG. Jó. Te egy nulla csémnél, sajnos. Akkor... Ne. El is indult a következő mérkőzés. Vagy hát ezt nem is mondanám. Mert tudom mi a gond, rosszul van beled ez az inventory, és mindig mellé fogtam. Húj, nem volt jó, nem jó fight. Hát ez nem volt jó fight. Pumpja van. A pumpa meghalt volna szerintem, amúgy. 25-et egy divicsel egy. Neked jobban csinálti, nekem tört a sűr, majdnem a sűrű, neked meg semmi. Nekem... Nem mondom, hogy mennyi HP-n van.
Hol van az? Az ilyen forfú nem eszik, nem eszik a kását, fiacskám. Hű. Sotival onnan. Az mi volt, amely ennyi sebzél? Fixerem szürke pisztolyod van. Nézd meg majd a felvételt. Mi? Annyi, az van. De akkor valami erős pisztoly. Nem, az, az a nagyon gagyi szürke pisztolyom van. De nem hiszem el. Tényleg akarom, akkor meg lehetett volna. Ez az! Ez 84 HP-n volt, Nandi. Ez gond. Igen. Vitázz be elé. El is indult a következő meccs. Már megint. Jó lenne, ezt meg tudnám most már nyerni. A manóba. Manóba. Ne, ne, nem! Tudjátok, hogy mi a szabály? Pump az dimidzselhet 200-at is. Mindenki ismeri ezt az érdes rankó, de... Hú. Ez az! Ezt mondtam. Ó, elrontom. Ajde, mit művelek? Most ne tolkodj. Nem, ne... Az... Az, az... Én nagyon-nagyon reménykedek, hogy legalább egy round meg lesz, de mindjárt meglátjuk. Hát, nekem már ez a WC pumpasot én van, ahogy te hívod. Ez az annyira... Annyira nem tudok vele játszani. Jó, gyorsan meneküljünk innét. Jó, ez nekünk nem jó, nagyon nem jó. Nem lő ez a... Nem szeretem ezt a shotit. Mi? És neki meg beagyallunk! Ez... Ezt tudja ez a shoti, ezt tudja. Nem lő! Nem lő! Nem lő! De... Nem lő! Hát ez már rég meghaltál volna! Ez a WC pumpával anyás! Hogy lősz? Ha elengeded, akkor lősz! Akkor nem értem. Jó, lő. Működik, csak hát én voltam. Anyám boros. Egyet lövök, és másik kastély épül velem szembe. Konkrétan. Jaj, hát ez egy kicsit most... A, de mit sem ez ilyen 5 méterről? Ez a lényeg... Ez régen nem volt, hogy a shotikkal távolról lehet lőni, ez akkora hülyeség. Ezzel a... Na most egy olyan shotival játszom, amit annyira... És ez rosszabb még annál is. Ó ne. Ó ne. Hát legalább egy szépítő roundot el kéne hoznom. Gyorsan ki, ez nem jó. Hát ez a shotival nem tudok dimidzselni, legalább a WC-t sebzett volna.
Még ezzel is betalál. Dimage-eltem beléd? Damage-el. Az a pisztoly. Nem! Lőnök! Le! Előző meccs. Nem tudom, mivel dimidzselt ennyit, de most megverem. Nem akarom kilőni. Ne, hogy kerültet át a falon? Erre adna valaki választ, azt mondja. Oh, milyen fegyverem van? Ah, nem, Pampa, olyan helizathattam volna. Igen, baj, szép volt. Hát gratulálok a csemnek, szép volt, ő nyerte meg. Mindjárt kapja a skinjét, tényleg szép játék volt. Köszönöm szépen nektek, hogy végignéztétek a videót. Remélem élveztétek, ha igen, akkor mindenféle jelentek ezt egy lájkkal, vagy egy felrakodással. Én Andalá voltam, köszönöm a figyelmet. Találunk még egy újabb videóba. És legyetek jó, és a végsősz, hogy na! Sziasztok! Ciao, ciao, bye bye! És akkor, mivel öcsém nyert, meg is veszem neki a megérdemelt V-Bucks-át, amúgy utána majd tetszőleg ezt kint vásárolhat öcsém, bizony 1000 V-Bucks-ot fog tőlem most kapni, és én nagyon gazdolok neki, nagyon szépen játszott, tényleg sokkal jobb, mint én, és nagyon-nagyon csúnyán megvert engem, ezért sérben meg is kapja a jutalmát, én nagyon gratulálok a kedves öcsémnek, szóval most megveszem a gemet, és az gemet, a V-Bucks-ot, és ha szeretnétek további ilyen részeket látni öcsémmel egyvédek Fortnite-ban, vagy egyéb Fortnite-os videókat, akkor a lájkot mindenféleképpen fejeljétek meg, de nem is húzom tovább a szót, vásároljuk is meg a V-Bucks-ot. Hát az történt, srácok, hogy képzeljétek, hogy megpróbáltam megvenni a skint Fortnite-ban, azaz a V-Bucks-ot, viszont az a szomorú helyzet állt elő, hogy a Fortnite úgy döntött, hogy nem fogadja el a bankkártyámat, így nem tudtam megvenni a V-Bucks-ot, ezért ideiglenesen kárpótlom egy kis gemmel a játékon belül, ha már úgyis elhibáztam a mondatot és gemet mondtam, akkor tényleg gem lesz, úgy látszik, amit venni fogok, viszont ettől függetlenül fog kapni V-Bucks-ot is, ahogy a kártyámat elfogadja a Fortnite, csak pluszba kap egy kis gemet is, mert hogy akkor a videó végén is kapjon valamit, ne csak mondjam azt, mert a jövőre kap valamit, hanem most veszünk neki 80 gemet, és ugye azt mondta a videó, hogy skint fog kapni, nagyon-nagyon szeretne egy jean skint, nagyon régóta mondja, ez a jean skin neki nagyon tetszik, tényleg egyik kedvenc skine, ezért meg fogom vásárolni neki ezt a jean skint, szóval töltök fel egy kis gemet, és megveszük a skint, és így tényleg kap valamit azért az öcsém, ha nem is azt, amit elég. Most nincs más dolga, mint bizony a skint megvásárolni. Itt a skin, ezt fogom öcsémnek megvenni, és nagyon kíváncsi leszek majd a reakciójára. Valamelyik videóban majd látjátok, hogyan fog öcsém reagálni, amikor meglátja, hogy bizony megkapta ezt a skint ajándékba. Vegyük is fel! Ott pörög a skin, yes, és ezzel öcsém megérdemelt jutalmát meg is kapta. Viszont ez a mai videó ennyi lett volna, köszönöm a figyelmeteket, holnap találkozunk majd egy újabb videóba, addig is feliratkozni, lájkolni, kommentelni, én Andorjá voltam, köszönöm a figyelmeteket, és a végszak, hogy na, sziasztok, ciao, ciao, bye bye, ciao.